Bontási munkálatokat végeznek a Fabó Éva sportuszodában, a női szauna felújítását nemrég kezdték el, a férfiét a hétvégére befejezik. Véletlenül még a hét folyamán elkészülnek, és hétvégére ez átadásra kerül. A DVG ZRT január 13-ától üzemelteti az úszodát. Először műszaki állapotfelmérést végeztek. Gergő Edmond, a DVG ZRT ágazat vezetője kiemelte. A legfontosabbak a létesítmény szolgáltatás minőségét javító felújítások. Ennek keretében az első lépés a szaunák rekonstrukciója. Pályázati forrásból megkezdtük a férfi és a női szaunának a teljes felújítását. A kivitelezési munkák jelenleg még folynak a két szaunán. A női szaunának jelenleg a bontása történik, a férfi szauna viszont már egy olyan 70%-os készültséggel elkészült. Várhatóan ezek a kivitelezési munkák a hét folyamán befejeződnek, és átadásra kerül a két új szauna. A munkálatok ezzel azonban nem érnek véget. A külső sportmedence világítását egy helyi vállalkozó segítségével építették ki. A belső lelátó várhatóan a hétvégére elkészül. Márciusban pedig megkezdődik a rajtkövek, valamint a hozzájuk tartozó beütő szerkezetek felújítása. A szolgáltatásnak a minőségén szeretnénk javítani. Szeretnénk megtartani a régi, már meglévő vendégeinket, és úgy gondoljuk, hogy ha ezeken a színvonal javító fejlesztéseket elvégezzük, akkor bízom benne, hogy új közönségre is szert tudunk tenni ezekkel az új szolgáltatásokkal. Ez a rajtkő is egyike annak a 16-nak, amelyet még márciusban fel fognak újítani, azért, hogy az áprilisban megrendezendő aranyüst kupára már az újakkal készülhessenek a versenyzők. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.